Budapest, 1987, június 15. Tisztelt egybegyűltek! Azzal a kéréssel fordultatok hozzám, hogy kérvényezzem apám Nagy Imre rehabilitálását. Járuljak hozzá földi maradványainak exhumálásához és méltó módon való újratemetéséhez. Kéréseteknek nem tehetek eleget. Az alábbiakban kifejtem, hogy miért nem. A magyar forradalmat a hatalmas túlerő vérbe folytotta. A megtorlás, a bosszú évei következtek, törvénytelen perekkel, tömeges kivégzésekkel. Aztán csend. Halálos csend. Több mint 30 évig. Apám és a többi mártír azért fekszenek mai napig jeltelen sírokban, mert a hatalom legfőbb birtokosai még mindig ugyanazok, akik a halálba küldték őket, akik eltüntettek minden nyomot, elégették a tárgyalásokról készült filmeket, dokumentumokat. Szeretném itt felidézni édesapámnak az utolsó szójogán elhangzott mondattöredékét. Csak attól félek, hogy azok fognak rehabilitálni, akik elárultak. Apámnak ezt az utolsó gondolatát végakaratának tekintem, és mélyen tiszteletben tartom. Soha többé! Elvtársaink koporsói előtt megfogadjuk, hogy soha többé nem hullhat ártatlanok vére. A párt el van számva arra, hogy végérvényesen leszámol a múlt hibáival, és biztosítja, hogy soha többé ne legyen ilyen tragédia. Szabadságot akarunk! Szabadságot akarunk! Végre, Imre. Mindenki téged vár. Jóska! A nagy elvtárs. Ezt kóstold meg. Egyenest a tőkén. Gyerek. Nagyon finom. Szervusz. Váradjatok be, az elvtársak már várnak. Hajlék a kormányba! Követeljük az általános, egyenlő és titkos választásokat a Népfrontban tömörülő pártok részvételével. Új nemzetgyűlési képviselők választásával. Elvtársak! Kedves barátai! Hívó szavukra megjelentem! Szeretettel üdvözlöm valamennyiüket! Minden nagyra becsülésem a magyar ifjúságé! Barátaim! Barátaim, szólni szeretnék! Ígérem, meg fognak születni azok a döntések, amelyek alapot teremtenek a szabad, független, demokratikus, a szocialista Magyarországhoz!
barátaim! Mindent újra kell kezdeni! Éljen a párt megújhodása! Barátaim! Barátaim, beszeretném fejezni! Hallgassatok meg! Azt hiszem, eddig még szavaimban nem csalódtatok. Ígérem, hogy a parlament alkotmányos úton elhárítja az akadályokat, és mindaz, amit akartok, valósággá válik. Éljen a népköztársaságunk! Éljen Magyarország! A szabad Magyarország! Felkelésben való részvételért senkit nem érhet bántódás. Kormányunk teljes amnestiát ígér. Jednym z głównych żądań rewolucji było wycofanie wojsk sowieckich. Czy rozpoczęły już rokowania? Vous permettez faire quelques photos? Le périmètre consacre le numéro entier à la révolution hongroise. Kérem, kérem, tessék. Kormányunk, én is személyesen. Folyamatosan tárgyalunk a Szovjetunió vezetőivel a Magyarországon állomásozó szovjet haderők azonnali kivonásáról. Excuse me, the one party system will also be finished? Terveim szerint szabad választások lesznek, ahol több párt is indul. Megbékélést hirdetünk, nem bosszúállást. Kérem, írják. Először is, azonnal visszaállítjuk a Kossuth címet. Másodszor, nemzeti ünnepünk ismét március 15-e lesz, mint a nemzeti egység jelképe. Köszönöm, köszönöm. A vezetőséget teljes egységben állást foglalt, amellett, hogy a népköztársaságunk államhatalma ellen irányuló fegyveres támadást minden lehetséges eszközzel vissza kell venni. Figyelem, figyelem! A Magyar Népköztársaság kormánya a további vérontás megszüntetése és a békés kibontakozás biztosítása érdekében elrendeli az általános azonnali tűzszünetet, utasítja a fegyverek erőket, hogy csak akkor figyeljenek, ha őket megtámadják. A magyar nemzeti kormány, a magyar nép és a történelem előtti mély felelősségérzettől áthatva a magyar nép millióinak osztatlan akaratát kifejezve kinyilvánítja a magyar népköztársaság semlegességét. A magyar nép évszázados álma valósul meg ezzel. A forradalmi harc, melyet a magyar múlt és a jelen hősei vívtak, végre győzelemre vitte a szabadság a függetlenség ügyét. A szabadság harcosok kőhadiszállásáról érkezett jelentések szerint a főváros körül több mint 1000 szovjet harckocsi áll. A magyar távirati iroda jelentése szerint a szovjet csapatok általános támadást intéztek a főváros ellen. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van, ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Kell maradnunk. Nem megyek semmilyen követségre. Az oroszok a parlamentet fogják először ostrom alá venni. Mindnyájunkat agyonlőnek.
Tito ajánlata az egyetlen esélyünk, hogy tárgyaljanak a kormánnyal. Időt kell nyernünk. Az ENSZ-nek reagálnia kell. Mi lesz a családunkkal? Hát nem is tudom. Értesítsék a nagykövet urat, hogy ideiglenesen elfogadjuk Tito ajánlatát. A magyar főváros tűzében az szovjet csapatok elfoglalták a parlament épületét, amelyben Nagy Imre és kormánya ülésezett. A rádió a honvédség hősies ellenállásáról ad hírt, és védekezésre szólítja fel az országot. Itt van, nézd. Jaj, de megírtam. Na gyere, Stücsébi. Hol van? Gyere. Nézzétek csak, hogyha ezt itt átírjuk. Súlyos hiba volt a kabinet azon határozata, amely felmondta a varsói szerződést. A nyugat hallgat, ezért vonultak be. Az ellenforradalmárok egyre arcátlanabbak. Kegyetlenül üldözik a demokrácia hívei. A nyilasok és más vadállatok... Itt a főnök. Menjen ki. Legjobb elvtársai. A magyar forradalmi munkásparaszt kormány népünk, munkásosztályunk és hazánk érdekében azzal a kéréssel fordult a szovjet hadsereg parancsnokságához, segítsen népünknek a reakció sötét erőinek szétverésében, és abban, hogy helyreállíthassuk a rendet és nyugalmat hazánkban. Most mondta be a rádió, hogy az elnöki tanács határozott a Nagy Imre kormány felmentéséről. Micsoda? Kádár vezeti az új forradalmi munkásparaszt kormányt. Ki? Kádár! Kádár! Tennünk kell valamit. Mondjál le! Neked is Kádárnak egy oldalon van a helyetek, Imre. Írd alá a lemondásodat. Nem írom alá, ne is kért. Ugyan már téged megtémesztettek ezek a forró fejűek. Ne sértegesd őket, mert ez a legitim magyar kormány, amelynek te is tagja voltál, amíg el nem árultad. Nem érted, ez ellenforradalom volt. Visszajöttek a hortisták. Nézd, Imre, mi öreg kommunisták vagyunk. Mindig összetartottunk. Moszkvában is. Később már nem segíthetek. Nem is számítok rá. Meg fogod bánni. És most... engedjetek haza. Ha szabadon hazatérhetünk, utána tárgyalunk. Értse meg a mi helyzetünket. Most, hogy végre rendeződnek a kapcsolataink a Szovjetunióval, a megoldás az ön kezében. Tökéletesen megértem önt. Már el is kezdtem írni a lemondásomat, de... Nagyszerű, nagy eltárs. Időt kell nyerni. Később mindent tisztázni lehet a párttal. Bocsánat, nem hagyta, hogy befejezzem, nagykövet elvtárs. Igen, elkezdtem írni, de nem tudom most már, hogy befejezem-e. Itt Magyarország jövőjéről van szó. Csak egyetlen dolgot adhatok írásba. Hogy politikai magatartásomról csak mint szabad, független ember nyilatkozhatok. Értem.
Szerepes aláírta. Itt a papír. Kádárék büntetlenséget ígérnek. Önöknek semmi bántódásuk nem lehet. A menedék oka megszűnt, haza mehetnek. Gyorsan! Nos hát, akkor köszönjük az eltársaknak a vendéglátást. Talán mégis jobb volna, hogyha itt maradna. Nem, köszönöm. Most már nézzünk a saját sorsunk elé. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Товарищи, все в автобус! В автобус! Быстрее, шевелитесь! Не останавливайтесь! Пошли, пошли, пошли! Давайте! Давай, в автобус! Товарищи, давайте быстрее! Давай, давай! Быстрее! Идите же! Товарищи, все идите к самолету! Товарищ Ногин, вы с женой идете с нами в другой самолет. Мы вам висит, Ногин. Не останавливайтесь, идите. Быстрее, товарищи. Товарищи. Только чего? Идите к самолету. Марио. Ну, товарищи, идите, идите. Не останавливайтесь. Jó napot! Jó napot! Buonasera! Jó napot! Buonasera! Katerina és Milice elvtársak mindenben segítenek majd. Jó napot! Buonasera, tovarisi! A gyógyszered. Meddig tarthatnak itt? Nem tudom. Holnap megkérem. Holnap megkérem, hogy találkozhassam Zsókájékkal. Katerina, kérem nézzel nekem, hogy kíváncsiskodom. Beszél magyarul? Gavarítje paruszki? Biztos néma. Itt van egy kérvény. Kérem, adja át a román vagy a magyar elvtársaknak, mindegy. Ja, és mondja meg, hogy várom a választ. Duca sta bene? Jézus, a Szibéria. Stáj! Opritziva! Napoj! Háj, repede! Obrista városi! Maradjunk! Napoj! Napoj! Háj! Ezek románul beszélnek, nem oroszul. Megyeztet a kásza! Romániában vagyunk! Már repede! Már repede megyetsz! Hájd! Pász marid! Stú, háj, háj! Háj, majd ninte! Hagyja a feleségemet! Már repede! Háj, stú! Pász marid! Kötör kásza! Megyeztet a kásza, továrosi! Na inte! Nyugodjatok meg, ez nem börtön! Ez egy kastély! Üdvözlöm
Köszöntöm a magyar eltársakat. Mindenkit üdvözlök. Tessék, fogyasszanak. Tessék, csak vegyenek. Tessék. Csak bátran. Azután majd elhelyezzük magukat külön szobában. Egészségükre. Imre bácsiékat hova vitték? Azt se tudjuk, mi hol vagyunk. Hol az Istenben vagyunk? Csináljunk már valamit! A világ ezt nem fogja tűrni. Úgyis tárgyalni fognak velünk. Csak tudnám, hogy mit ünneplünk. Ez valamilyen pártüdülő, valamilyen tópartján. Kapcsolatot kell találnunk Nagy Imrével. Istenem, Istenem. Elvtársak, ami velem történik, jogtalan. Tiltakozom. Csak otthon tudom megvédeni az álláspontomat. Haza kell kerülnünk innen. Ez a táj Kazaksztánt juttatja az eszembe, meg Szibériát, a fogságot. Akkor fiatal voltál. Nem volt családod. Vigyázni fogok rátok. Mondtam neked, hogy ott vannak. A túlparton. Imre bácsi! Apa! Füves legelőkön nyugtat engem is. Hogy van? Csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja. Az igazság ösvényeim vezet engem az ő nevéért. Elfelejtettem. Viharos ember. Viharos emberöltő. 1896 1950 1896 június 7-én születtem Kaposváron. Valahányszor a Siónál átléptem a megye határt, csak akkor éreztem igazán otthon magam. Dombok, völgyek, jól megmunkált termőföldek, a jellegzetes somogyi táj. Somogy, ez a hazám, a föld.
A nagyszüleim uradalmi cselédek voltak. Apám szép derék ember. Fiatal korában lovász volt a Cserne lovaságnál. Anyám alig volt 18, amikor én születtem. Az udvarban lakott egy idős útkaparó, Ferenc bácsi. Adjon Isten! Adjon Isten! Szikárképű ember volt, sok mindent faragott nekem, fából. Vasárnaponként nem mulasztotta el az Isten tiszteletet. Apró, patkós mintájú ingeire emlékszem. Később ez volt nekem is a kedvenc ingem. A patkós. A legnagyobb ünnepünk március 15-e volt. Ünneplőben nemzeti színű kokárdával a mellünkön, Kossuth jelvénnyel büszkén vonultunk az ünnepére. Eszembe jutott. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is. Nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Sokat verekedtünk az iskolában. Utcák szerinti csapatokba szerveződtünk, nyáron a Kaposfolyóba jártunk fürdeni. Télen a rétek alatt a malomárokban korcsolyáztunk. Emlékszem, amikor megjöttek a pécsi utcaiak, kitört a bunyó. Egyszer javában fürödtünk. A pécsi utcaiak meg ellopták a ruháinkat. Mi aztán a fügyinket eltakarva futottunk utánuk. Hagyjon magunkra! Az egyik kevér fiú rám vetette magát, és leszorongott a fél. Most beleharapott a mesztelen hasamba. A mai napig megvan a helye. Ismerem. Hagyjon már békén minket! Takarodjon! Nézd meg, itt is, ott is. Весь. Az első világháború kitörésekor már bent voltam a munkásmozgalomban. A szaktársak körében másnak, többnek, valahogy szabadabb embernek éreztem magamat. A sorozáson alkalmasnak minősítettek, alig 3 hónap kiképzés után, 915. augusztusában kivittek az olasz frontra. Ezredünket Isonzóba vezényelték. Fedezék alig volt az ellenséges gránátok tüzérségi lövegek ellen. Novemberben egy heves ágyútűzben megsebesültem. Karácsonykor váratlanul meglátogatott az édesanyám. Idegen országokon, haditerületeken átutazott, hogy lásson. Fiatalosan, jól nézett ki. Azt hitték a nővérem. Úgy is jelentették. Búcsúzni jött. Talán megérezte, hogy hosszú időre válunk el. Hozott nekem ennivalót, és egy zacskó somogyi földet. Máig velem van. Később az orosz frontra kerültem. Fogságba estem.
Szibériába vittek hadifogolytáborba. Aktív tagja voltam a baloldali vitakörnek. Itt ért az októberi forradalom híre, amely magával ragadott. Hittem, hogy a forradalom fogja megszüntetni a nincstelen, földnélküli parasztok, zsellérek, szörnyű nyomorát, hogy igazságos társadalom lesz. Oroszul kezdtem tanulni. Megszöktem a fogságból, alkalmi munkákból éltem a Bajkál-tó környékén. Megszerettem az orosz parasztokat. Harcoltam a Vörös Hadseregben. Végül 21-ben tértem haza Kaposvárra. Napot. Bravo, Ferko! Boldog szüli napot! Boldog születésnapot! Kata, Ferko, csak ilyet tudtam fabrikálni. Ez egy kislány, ez meg egy fiú. Köszönöm. Ferko, tessék egy kis bohóc, a nagypapa ajándéka. Köszönöm. Mi újságod át? Már mondtam, iskola is van, és apáik is tanítanak. Igen, hallottam. Kint hógolyózunk a kertben, még karácsonyfánk is van. Esztek rendesen? Igen, finom az étel. De nagypapa, már hazamehetnénk, nem? Ha anyut kérdezem, csak sír. Nagypapa, te mindent tudsz. Mikor megyünk haza? Már románul is tudok. A katonák tanítanak. Megígérem. Hazamegyünk. Na de... Hagyjon! Nagymama! Azunge! Azunge! Termine, non te legge! Imre! Szervusz! Jó napot, Géza! Szervusz! Jó híreim vannak, Kádár tárgyalni akar veled. Én is. Bármilyen pártvizsgálatnak alávetem magam. Hányszor kizártatok már? Kádár elvtárs fontos posztot szán neked. Ha együttműködsz. Na, ne marháskodj, Imre! Ez ellenforradalom volt, tévedtünk, te is én nem, is. Nem most tévedtünk. 45-ben, amikor előtérbe toltatok, elfogadtam, mert megvalósíthattam az álmom, a földosztást. Aztán 53-ban, amikor már elviselhetetlen lett a nyomor, megint engem vettetek elő, majd újra kirúgtatok, Géza. És októberben a nép hívott vissza. Az ellenforradalom halálos veszély a mozgalomra, ezt te is tudod. De ez forradalom volt. Nem nevezhetem másként. Mi, kommunisták, egész életünkben... Csak is erről álmodtunk. Én láttam Oroszországban, 19-ben, 20-ban. A forradalom bizony ilyen. Így néz ki. A magyar nép sokat szenvedett a sztálinista terrortól. És fellázadt. Tessék, vegyél. Mi az emberiség legnemesebb eszményeiben hittünk. Ám de közben mi sem voltunk. Tévedhetetlenek, Géza. Végig szörnyű hibákat követtünk el.
Ami engem illet, én beismerem. Ellenben ti tovább tapossátok ezt a ganét. Mert nem lehet más csinálni. Az új kormánynak szüksége van rád. Több munkatársad már vállalt pozíciót. Hogy várhattok tőlem bármilyen állásfoglalást innen? Elzárva a hazámtól? Fogoly vagyok, miért nem térhettek haza? Mi történik az országban? Tud rólunk a világ? Egyet árulj el! Megint kizártatok? Dehogy. Egyébként lassan konszolidálódik a helyzet. Újra járnak a villamosok. Feltöltjük az üzleteket, az emberek újra felveszik a munkát. Az élet megy tovább. Hogy a rossz sem egye meg, hogy mifelé gondják Somogyban. Tehát, mi a válasz? Ennyire féltek tőlünk? Ha aláírod, hazajöhetsz. Mindnyájan hazajöhettek. Ezt nem írom alá. Imre! Imre! Imre, mi van veled? Pont te akarod megváltani a világot! Mit képzelsz, mi vagy te? Egy romantikus hős? Megjöttek az újságok. Ó, maga már olvasta őket? Nem. Egytől egyig régi újságok. Több hónaposak. Ez is jó. Mária, ha? Ezt olvasd el. Ami az ellenforradalommal való leszámolást illeti, a dolog úgy néz ki, hogy elég tűrhetően levertük az ellenforradalom fájáról a leveleket, összekotortuk a szemetet. Bla, 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 azt mondja. Elvtársak, én humanista vagyok. Még valamikor csúfoltak is, hogy én nagyon érzelgős vagyok, és az érzelgős ember nem jó kommunista. De ha én azt nézem, elvtársak, hogy ebben az ellenforradalomban van olyan, aki tudatosan a fegyveres megdöntésre ment, akkor ő én tőlem hiába volt 28 esztendeje a kommunista párt tagja. Hiába ismertem, és hiába sajnálom. Pusztulnia kell. Mert a nép élete mindenki másénál drágább. És ez az igazi humanizmus. Ne sírj! Ne sírj, na! Nem szeretem. Thank you.
megjöttek. A Magyar Népköztársaság kormányának utasítására elrendelem Nagy Imre, született Kaposvár 1896 őrizett bevételét államellenes bűncselekményekért. Tiltakozom. Mégis milyen alapon állítja ezt? És egyben elrendelem a házkutatást. Semmilyen bűncselekményt nem követtem el. Ez esetben tisztázhatja magát az illetékes magyar bíróság előtt. És a feleségemmel mi lesz? Ő itt marad Snagovban. Az eltársnő továbbra is gondos ellátásban fog részesülni. Együtt lehet Zsókáékkal, a gyerekekkel. Ezt biztosan megengedik. Veled akarok menni. A parancs szerint magának maradnia kell. Öltözöm. Imre. Jó. Sírj! Hagyd már abba! Hova visznek? Hova visznek? Rohadt fasiszták! Bribékek! Rohadékok! Pofa be! Rohadt! Egy sétabot, egy kalap, egy kulcsomó. Mi ez? Somogyi föld. Milyen föld? A szülőföldem. A fűzőt. Karóra. Toll. Sál.
Fertőző betegségek, operációk. Flektifuszom volt kétszer is. És sebesülés az első világháborúban. Szívbeteg vagyok, két infarktus. És rosszul látok. Vegye le a ruháját és üljön le. Csajcsan. Még. Jó van. Nagy Imre vagyok. Miniszterelnök. Szükségem lenne papírra és torra. Írni szeretnék. Hivatalos fogalmazványt írok az ügyemben. Írni szeretnék. Hallják, papír, ceruzát adjanak. Legalább adják vissza a szemüvegemet. Nem látom. Thank you.
Emilyt. Nem lehet itt rendezkedni. Volt maga már bezárva. Mert én ilyen. A fronton vagy a hadifogolytáborban. Aki elengedte magát, az megdöglött. Na jól van, jöjjön le! Felkelni! Mossa fel a cellát! Hogy jobban lásson. Kapcsold már ki a rádiót, te marha! Ne próbálkozzon, úgy sincs szomszédja! Hozza rendbe magát! Kihallgatásra megy.
tovább. Egyenesen. Na, gyerünk! Volt. Kikkel találkozott és beszélt az 1956. október 20-a és 23-a közötti napokon? Október 20-án vagy 21-én, a pontos napra már nem emlékszem. Badacsonyban voltam egy Zabó nevű barátomnál szüreten. Velem volt a feleségem. Az említett napokban kivel találkozott? Emlékezetem szerint október 22-én, aznap este felé, amikor visszatértem Budapestre, felkeresett a lakásomon Kovács és Mikó elvtárs. Elbeszélgettünk. Aztán elmentek. Hányan voltak a 60. születésnapján, és kik voltak azok? A barátaim, ismerőseim, írók, újságírók, művészek. Tulajdonképpen magam is meglepődtem, hogy mennyien eljöttek felköszönteni. Ez egy politikai demonstráció volt. Nem. De azzá vált. Nem, ez csak egy privát esemény volt a születésnapom. Tudomásunk van róla, hogy a Nagy Imre csoport már ekkor szervezkedett. Semmiféle csoportról nincs tudomásom. Válaszát nem fogadom el. Hazugság. Én nem hazudok. Nem vagyok bűnöző. A nézeteimről hajlandó vagyok vitatkozni, de csak azokért vállalom a felelősséget. A kihallgatást megszakítom. Köszönöm a szemüvegemet. Így tisztán látok. Öngyilkos meg úgyse leszek. Hol járt és mit csinált 1956. október 23-án? 23-án a lakásomon tartózkodtam, és a városban sétáltam. A rendelkezésükre álló adatok alapján megállapítottuk, hogy 23-án tárgyalt valakivel. Ki volt az? Kérem, én nem tárgyaltam senkivel. Válaszát nem fogadom el, mert nem felel meg a valóságnak. Felszólítom önt, hogy tegyen őszinte vallomást. Csak azt mondhatom, hogy a lakásomon tartózkodtam, azt hiszem, hiába való ezzel a kérdéssel az időt húzni magának. Az a célja, hogy bebizonyítsa, hogy szervezkedtem, de én nem szervezkedtem. Elnézést, nem kaphatnék papírt, ceruzát, hogy az árkában összeírhassam mindazt, amire emlékszem ezekből a napokból. Nem, itt és most kell válaszolnia. Mit csinált és kikkel találkozott 1956. október 23-án? Nem válaszolok, mert ha én erre válaszolnék, hozzájárulnék ahhoz, hogy önök az ügyemet, hogy önök ezt az ügyet, mely véleményem szerint tisztán politikai és elvi jellegű, egyszerűen bűnügyé süllyesszék. A kihallgatást megszakítom.
Hol járt? Kikkel találkozott és kikkel tárgyalt október 23-án? Nem vagyok hajlandó az így módon feltett kérdésekre felelni. Lámpát. Nem. A feltett kérdés önnek nem megfelelő? Nem, nem erről van szó, de értse meg. Tisztázni szeretném magamat, ugyanis nem értem, hogy önök miért terelik a velem kapcsolatos politikai kérdés bűnügyi vonalra. Bizonyítsa be, hogy valóban nem követette bűncselekményeket. De hogy bizonyíthatnék be valamit, amit egyáltalán nem követtem el? Ha ilyen biztos a dolgában, nyugodtan válaszolhat a kérdésemre. Nem válaszolok. Megmondtam. A kihallgatást megszakítom. Jó éjszakát. Hogyan jött létre a találkozó október 23-án a déli órákban egy magánlakáson? Megtagadom a választ. Ezen az összejövetelen ott volt több későbbi kormánytag is? Megtagadom a választ! Szóval fenntartja a vallomását, mely szerint 23-án véletlenül került oda. Nem kívánok a kérdésre válaszolni, és jegyzőkönyvet se írok alá. Tehát nem kíván nyilatkozni. A kihallgatást megszakítom. Ugyanerről a kérdésről Boga Péter 1957. április 15-i vallomásában a következőket vallotta. Október 23-án délelőtt Fodor Márton felhívott telefonon és meghívott magához a lakásába. A lakásában közölte velem, hogy meghívta Nagy Imrét, Jánosi Ferencet és a legszűkebb baráti kört, a Nagy Imre csoportot. Tehát ebből is látszik, a csoport létezett. Ne, kikérem, engem nem érdekel, hogy más mit mond. Ismerem őket, nagyon becsületes emberek. Hogy ők mit vallanak magukról és rólam, az az ő szuverén ügyük. Én nekem megvan a magam álláspontja, és ahhoz tartom magam. Tehát nem igazak az idézett vallomások, igen? Megtagadom a választ. A kihallgatást megszakítom. Hány óra lehet? Mi van most? Legalább annyit mondjanak. Reggel van, vagy már este? Na, ki ez ma? Úgy látom, a kék szemű. Szibériában voltam hadifogoly 3 évig. Nem felejtem el. A tél hosszú és kemény volt. Gyakran mínusz 40 vagy 45 fokig is lement a hőmérséklet. Jár meg rövid. Rövid, száraz. És forró. Volt köztünk egy kínai. Megtanított rá, hogy az állatokat kell utánozni, ha életben akarunk maradni. Utánozta a kutyát, a majmot. Különös mozdulatokat csinált. Aztán bennünket is megtanított rá. Kínában az ökölbe szorított kéz, a hold, a nyitott tenyér, a nap. És a kettő együtt a fény, a fény, fény, fény. Vigyázz, le ne es! De azonnal! Most is csak azt tudom megismételni, amit az eddigiek folyamán már elmondtam. A vizsgálatot nem fogadom el. A letartóztatásomat indokolatlannak tartom, nem kívánok válaszolni. Válaszoljon a kérdésre! Megmondtam. Nem válaszolok. Az ön magatartása teljességgel célszerűtlen. Akár tetszik önnek, akár nem. Amint látja, a vizsgálatot végigvisszük.
A kihallgatást megszakítom. Elvtársak, budapesti dolgozók, miben van a különös jelentősége a mai magyar május 1-ének népünk számára, és nyugodtan mondhatjuk nemzetközileg is. Május 1-i ünnepünkön messze hangzóan hirdetjük, és ezt hallja meg barát és ellenség egyaránt, hogy népünk begyógyítja az ellenforradalom által okozott sebeket és eltökélt szándéka, hogy magyar földön, amelyet annyi munkás és paraszt nemzedék vére és verejtéke öntözött, felépítjük szabad, független, szocialista hazánkat, a szocialista Magyarországot. Már hetek óta nem visznek kihallgatásra. Kérem, tájékoztassanak, hogy mi történik itt! A börtön parasztokkal akarok beszélni! Folytatni akarom a vállomásomat! Na, gyerünk! Hány óra? Azt se tudom, milyen nap van ma. Az ön állapota a körülményekhez képest kielégítő. A gyógyszereket természetesen szednie kell. Minden nap meg fogja kapni az adagját. Gyomorpanaszai pedig azért vannak, mert nem eszik. Önnek. Ennie kell. Addig nem eszem, ameddig nem kapok papírt és ceruzát. És amíg nem tudom, hogy mi van a családommal. Sajnos ez nem az én hatáskörem. Tessék, itt a gyógyszere, vegye be. Azóta, amióta itt vagyok, még egyetlen egyszer sem engedte ki sétára. A cellában állandó a levegőtlenség, a bűz. Az ablakok beszögezve. Nem kapok levegőt. Na, ezen talán tudok segíteni. 1957. július 30. Köszönöm szépen. Ha nem eszik, hát nem eszik. De a folyadék bevitelről gondoskodni kell. Vezessék el a foglyot. Szép idő van, uraim.
Szép. Hónapokig tartott, amíg hazaértem. Itthon fehér terror, az elvtársaim börtönben. Kaposváron megismertem a munkás otthonban égető Máriát, aki csodásan táncolta a csárdást. Na, szabad akarsz lenni? Ne? Ne? Na, mi lesz? Szaladj, szabad vagy. Mikor mi azt mondjuk, hogy a magyar nép a szocializmus ügyét megvételmezte, ez szentírás, elvtársa. Mert itt szóba került sok mindenféle történelmi érdem. De azt meg kell mondani, elvtársa, a történelmi érdem azért a magyar munkás osztályé, ezért talán még a paraszt dolgozó testvéreink se fognak megharagudni, amelyik 1918 ősze óta a néphatalomért harcol, vért áldozott ebben a harcában, de ettől a céljától soha nem távít. Hogy vagy? Hetek óta nem is foglalkoznak velem. Vagy hónapok óta, nem tudom. Kezdem már elveszíteni az időérzékem. Tudja... Igen, pontosan tudom, hogy mit érez. Azt tudom tanácsolni, hogy szedje a gyógyszereit. Minek? Nem bánnám már, ha vége lenne. Arra gondoltam, hogy meg akarja védeni magát. Ezért is írtam fel a szíverősítőt. Ha nem szedi, nem lesz ereje. Őszintén szólva az önszervezete rendkívül leromlott. Éppen ezért emelt kalóriájú ételt írok fel. Minek? Hiszen már régóta ki se hallgatnak. Tehát értse meg. Nekem kötelességem segíteni. Ezek remek gyógyszerek. Tényleg remekek. Külföldiek. De a legfontosabb, hogy egyen. Mi az,
Talán félnek az elvtársak, hogy feldobom a talpam idő előtt. Bizonyára már meg is haltak néhányan. Jánosi? Boga? Somogyi? Simonovics? Fodor Márton. Édes Istenem. Tessék, egyen! Igen. Jó étvágyat! Rosszul vagyok, szúr a szívem. És egyre gyakrabban elzsibbad a kezem. A Népi Demokrácia Bírósága elé kell állnom, ez szörnyű. Mi az, magába beszél? Ha ön 1956. október 25-én reggel nem oldja fel a kijárási tilalmat, nem lehettek volna olyan tömegek az utcán. Továbbra is fenntartom, hogy a többi vezető hozzájárulása nélkül nem oldottam volna föl a kijárási tilalmat. Ezekben a napokban együtt hoztuk a döntéseket az elvtársakkal, többek között Kádár János elvtárssal. Ne foglalkozom Kádárral. Hagyja őt. Mint miniszterelnöknek, jogom volt a saját rendeleteimet megváltoztatni. A pártnak tartoztam csak felelősséggel, és népemnek. Tettének minősítése a bíróság dolga. Kihallgatását megszakítom. Tudta, hogy az országban ellenforradalmi bandák tevékenykednek. És mégis a nemzeti forradalom koncepciója mellett állt. Október 28-ai beszédében nincs egyetlen szó sem ellenforradalmi veszélyről. Hogyan magyarázza ezt? Az októberi események alatt ellenforradalmi cselekmények is történtek, de ezt én egyáltalán nem tartottam meghatározó tényezőnek. Az volt a véleményem, hogy egy ekkora forradalmi esemény során ilyen fellépések elkerülhetetlenek. De az, hogy kik esnek áldozatul a kilengéseknek, az meghatározza a forradalom jellegét, legalábbis a marxizmus-leninizmus ezt tanítja. Én abból indultam ki, hogy a forradalomban a döntő szerepet a munkásosztály játszotta. Azt is láttam, hogy az eseményekben jelentős számban vettek részt a párt tagjai, sőt, vezető szerepet játszottak. Nem adott arra választ, hogy jelenleg is fenntartja-e az érveit. Nem kívánok jelenlegi álláspontom fejtegetésébe bocsátkozni. Mikor óhatja kifejteni álláspontját? Amikor azt politikailag szükségesnek látom, és helyesnek. A kihallgatást megszakítom. Thank you.
Hát nekünk, kommunistáknak is megvan a magunk gyónása. Azt önkritikának hívják. És voltak ilyesfajta emberek, akik kommunistáknak nevezték magukat, és azt gondolták, hogy hasonlóan ahhoz, ahogy egy rossz katolikus egész évben gazemberkedik, és úgy húsvér táján elmegy a templomba, meggyón, és utána újjászületve és megnyugodva kimegy az utcára, és húsvért utáni kedden kezdi előről az összes gazemberségeit. Nincs közöttünk olyan, akire csodálattal nézhetnék. Ez lehet, hogy baj, de azt hiszem hasznos is. Mert emberi közelségbe kerültünk, meglátjuk azt, amiben a másiknak igaza van, meglátjuk a hibáját, és én azt hiszem, hogy rendszerünk szerencséjére meg is merjük most már mondani. Ez kiszáradt. Meg kell öntözni. Átadom önnek a vizsgálati anyagot tanulmányozásra. Tehát a kihallgatásnak ezzel vége. Igen. Kap ceruzát is, készíthet jegyzeteket. Értem. És mikor lesz? Nem soká. Már hivatalosan terhelté nyilvánította az ügyészség. Jogában áll védőügyvédet választani. Az alábbi listán található nevek közül. Mindketten tudjuk, hogy ez színjáték. Ám legyen. Akkor kérek ügyvédet. A kihallgatást megszakítom. Jó napot kívánok. Jó napot. Tessék, üljön le. Az államrend megdöntése, a közbiztonság ellen elkövetett büntettek, valamint hazaárulás, a hallatlan szenvedés és pusztítás, amelyet a munkásosztályra zúdítottam, háborús veszély, amelybe az emberiséget sodortam. Hát, ügyvéd úr, ezekben a vádpontokban kellene megvédenie. Megteszek mindent tőlem telhetőt. Attól félek, hogy az nem elég. Tudja? Megpróbálok magam védekezni. Mint mindig. Csak egy kérésem van. Ha lehet, ne nézzenek gyereknek, jó? Bizonyára együtt dolgozik Jánosi és a többiek védőivel. Juttassa el nekik az üzenetemet. Nyugodtan valljanak ellenem. Vállalok mindent. Bármit megtehetnek, hogy védjék az életüket. Aztán persze ezzel kell élniük tovább, ha tudnak.
Meg tudná mondani, kérem, hányadika van ma, és hány óra? Ennyi. Ekkora nagy fiú, és nem tudja, hányadika van. Nem járt iskolába? Nem. A múltkor itt egy szál virágált. És most nincs sehol. De azért ide tudom képzelni. Mintha itt állna. Ugye maga is látja? Látom. Piros. Igen, piros. Köszönöm. Elvtársak, a holnap kezdődő tárgyalás zárt tárgyalás. És az eljárás egész folyama. Államtitok. Ezért a lehető legszigorúbban kell eljárnunk. Önök elvtársak, a tárgyalás tartama alatt az épületben lesznek elszállásolva, és senkivel sem tarthatnak kapcsolatot. Az államtitok megsértőjével a lehető legszigorúbban járunk el. Semmi. Ami az épületben történik. Semmi, ismétlem, elvtársak, nem szivároghat ki. Megértették az elvtársak. A Magyar Népköztársaság elnöki tanácsa azért hozta létre ezt a bíróságot, hogy az ellenforradalmi büntettek miatt indított bűnügyekben a dolgozó nép érdekeinek megfelelő ítélkezést biztosítsa. A Népbírósági Tanács megkezdi a tárgyalást Nagy Imre és társai a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló tevékenysége és hazaárulás büntettéről. Zárt tárgyalást rendelek el. Tiltakozom. Határozottan tiltakozom. Tiltakozom a zárt tárgyalás ellen. Tekintettel arra, hogy ennek a pernek a jelentősége igen nagy. És nem csak a hazai, hanem a nemzetközi közvéleményt is érdekli. Elutasítom. Akkor kérem a filmeseket. Tessék menni. Önök itt felvételeket készítenek erről a perről. Ez a tárgyalás zárt tárgyalás. Ez azt jelenti, hogy mindaz, ami itt elhangzik, államtitok. Szólítom Jánosi Ferenc vádlottat. Álljon fel! Jánosi Ferenc kilencedrendű terhelt, anyja neve Szuesta Erzsébet, teológiai akadémiát végzett református lelkész, nős, két kiskorú gyermek apja, második kerület Orsó utcai lakos, 1954-től 55-ig a Hazafias Népfront főtitkára, majd a Petőfi Múzeum főigazgatója. Megértette a vádat? Igen. Bűnösnek érzi magát? Tessék? Azt kérdeztem, miben érzi magát bűnösnek? A vádirat szerinti valamennyi pontban. Üljön le, Jánosi Ferenc. Másodrendű vádlott. Megértette a vádat? Meg. Bűnösnek érzi magát?
Igen, bűnösnek érzem magam a vádirat valamennyi tételében. Üljön le a másodrendű vádlott. Negyedrendű vádlott. Bűnösnek érzi magát? Igen. Miben? A vádirat szerinti valamennyi tételben. Üljön le, negyedrendű vádlott. A tárgyalást folytatjuk. Nagy Imre, elsőrendű vádlott. Tessék ott középen leülni, korára tekintettel ülve hallgatom ki. Köszönöm szépen. Majd én kérni fogom az elnök urat, ha szükséges. Tessék csak nyugodtan leülni. Így jobb nekem. Állva. Kérem. Bűnösnek érzi magát? Nem. Szóval nem. Nem érzem magam bűnösnek. Habár a vádirat tartalmát megértettem. Kötelességemnek tartom itt a bíróság előtt kijelenteni, hogy én bűnbaknak érzem magam, akit nem a saját cselekedeteiért vonnak felelősségre. Rendkívül rossz érzés bűnbaknak lenni. De hát vállalom ezt a szerepet, és ha... Figyelmeztetem, hogy a népbírósági tanács senkit másért, mint amit elkövetett, nem ítél el? Ebben bízom, elnök úr. És számítok is rá. Egy kicsit. Szólítom az első tanút. Föntartja, amit vallomásában mondott a Nagy Imre csoportról? Föntartom, elnök úr, hogy a Nagy Imre csoportba tömörült ellenséges elemek azon szervezkedtek, hogy megdöntsék a munkáshatalmat. Tisztelt bíróság, folyamatosan tagadtam, hogy létezett volna Nagy Imre féle csoport. Most is tagadom. Figyelmeztetem, Nagy Imre vádlott, a kihallgatás rendjére, ideológiai kérdéseket a bíróság nem tárgyal. Ott voltam, és a saját fülemmel hallottam, hogy szervezkedtek. Kétségtelen, hogy a Petőfi körbe gyűltek össze az ellenséges erők. A reakció zászlaja alatt. Demagóg módon pocskondiázták a magyar munkásosztály hősi erőfeszítéseit. Bagatelizálták nagyszerű szocialista vívmányainkat. Bocsásson meg a tisztelt bíróság. Én ezt üljön így nem vissza. Tudom elfogadni, az én véleményem más. Üljön vissza. Folytassa. Kitartok a vallomásom mellett. A Petőfi kör vitái megnyitották az utat a fasiszta restauráció előtt. A tárgyalást folytatom. Kovács Károly következik. Tanúként hallgatom ki Nagy Imre és társai bűnügyében. Vallomásában ön azt mondja, hogy a Petőfi körben népszerűsítették Nagy Imre politikáját. Elsősorban vitatkoztunk a demokráciáról. Kérdésem volna a tanúhoz. Mit értettek önök Nagy Imre politikáján? Hát kérem, itt a tanú nem tarthat politikai előadást. Csak egészen röviden, tisztelt bíróság. Amit Nagy Imre kifejtett az új kormányprogramban 53 júniusától fogva. Nem 53 júniusáról van itt szó, hanem 1956-ról van szó! Elnézést kérek, a tanú arra válaszolt, hogy mit értettek Nagy Imre politikáján. Mi elsősorban az 53 júniusi kormánynyilatkozatra, a reformokra gondoltunk. Ami az 53-as évi... reformokat illeti. Engem kielégít a válasza. Hát kérem, azért válogatni nem lehet a válaszban. De ez a helyes válasz, nem pedig az, amit ön a kérdésében sugalmaz. Azért tessék a rendet betartani! Én betartom. Nem tartja be, a rendbetartásához hozzátartozik az is, hogy maga engem nem utasít helyre! Én nem utasítom helyre. Itt nekem van jogom kérdezni, és a válasz az válasz? Tessék a népbíróság előtt tisztességesen viselkedni. De én is ragaszkodom hozzá, hogy amit a tanú válaszol, azt fogadja el. Kérem, ezt vegyék jegyzőkönyvbe. Thank you.
Igyekezzen! És amikor Miskolcon 8 kommunista elvtársunkat meggyilkolták a legnagyobb barbársággal, akkor sem változott a véleménye? Az ellenforradalom veszélyét én is láttam. De az eseményeket, az októberi eseményeket nem ellenforradalomnak értékeltem. Tisztelt bíróság, a lényeget én inkább abban láttam... Miben? Ugyan miben láthatta ön a lényeget, amikor országszerte fasiszta bandák a legválogatottabb kegyetlenséggel gyilkolták a munkásosztály tagjait? Álljon vissza a helyére! Tovább kívánok beszélni. További beszédnek itt nincs helye. Arra feleljen. Hol volt, kikkel találkozott október 23-án? 1956. október 23-án. Egy egész népünket egyesítő, nagy népmegmozdulás tört ki olyan elemi erővel, olyan váratlanul, hogy engem ugyanannyira meglepett, akár csak magát. Hogy mer maga engem ebbe belekeverni? Amikor engem felkértek rá, hogy vállaljam el a Nemzeti Egységkormány vezetését, ebben a sorsdöntő pillanatban én elvállaltam. Elég ebből. Szünetet rendelek el. Kérem, engedje meg, hogy befejezzem, bíró úr. Helyre akartuk állítani hazánk függetlenségét. Követeltük, hogy vonják ki a szovjet csapatokat Magyarországról. Demokratikus államrendet akartunk. Először is több pártrendszert. Mert én szeretem a hazámat. Tisztelt bíró úr! És végül, Nagy Imre, elsőrendű vádlott, bűnös magatartása, konok megátalkodottsága, kétszínű álnoksága és népi demokratikus államrendünk iránti becsvágyból fakadó oldhatatlan gyűlölete kizárja annak a lehetőségét, hogy mentő körülményként tekintettel legyünk több mint 40 esztendős munkásmozgalmi múltjára és idős beteg állapotára. Kérem a népbírákat, kérem önöket, hogy a hazaárulás és osztályárulás súlyának megfelelő legsúlyosabb büntetést szabják ki. A legfelsőbb bíróság népbírósági tanácsa ítéletet hirdet, álljanak fel! A népköztársaság nevében. Nagy Imre! Elsőrendű vádlott, aki 1896-ban Kaposvárot született, apja Nagy József, anyja Szabó Rozália, nős, Égető Máriával, egy felnőtt gyermeke van, egyetemi tanár. Havi jövedelme, 3600 forint nyugdíj, vagyontalan. Büntetlen előéletű magyar állampolgár, budapesti lakos. Bűnös. A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésében elkövetett büntetben, valamint hazaárulás büntettében. Ezért őt a népbírósági tanács halálra és teljes vagyonelkobzásra ítéli. Ügyvédje kegyelmi kérelmet nyújtott be. Óhajt élni ezzel a jogával? Nagy Imre, elítélt. Megértette a kegyelemre vonatkozó kérdést? Megértettem. Nem kérek kegyelmet. Vigyázz a családra. Vezessék el az elítélteket. Tisztelt bíróság, amit az utolsó szójogán mondok, azt már papírra vetettem. A mai ítélethirdetést megelőzően több hete. És úgy látom, hogy nem kell hozzátennem semmit. Az ítéletet, amit a tisztelt bíróság kimondott, igazságtalannak tartom. És nem csak igazságtalannak,
hanem értelmetlennek is. Ezért aztán nem tudom elfogadni. Mint egy másfél év börtön után, mely annyi gyűlöletet és szenvedést hozott, meg kell halnom az eszméért. De már nem bánom. Mindazok után, amit önök ebből az eszméből csináltak, annak számomra már nincs semmi értelme. Meg vagyok győződve róla, hogy a történelem majd egyszer igazságos ítéletet fog mondani gyilkosaim fölött. És a magyar nép talán felment a vádak alól. A sorsomat a magyar nép kezébe teszem, mert ez a kötelességem. Aláírás. Nagy Imre, a Magyar Népköztársaság miniszterelnöke. Budapest, 1958. június 15-e. Köszönöm. Csak az az egy. Csak azt tölt el undorral, hogy egyszer majd azok fognak rehabilitálni, akik most felakasztanak. Kérem, adja át ezt a két levelet a családomnak. Az egyik a lányomé, ez az. A másik pedig a feleségemé és az anyámé. Tehetek még önért valamit? Szeretném visszakapni azt a fényképet, amit elvettek tőlem. És azt a zacskó földet. Tudja, azt még anyámtól kaptam. Megpróbálom. Ajtót! Mehet. Hogy fog lezajlani? Hogyan halok meg, doktor úr? Hajnali 5-kor kivezetik a börtönudvarra. A kirendelt bíró megállapítja a személyazonosságát, majd felolvassa a népbírósági ítéletét, aztán átadja önt az ítélet végrehajtónak. Az ítéletet 5 óra 9 perckor hajtják végre önön. Nem fog fájdalmat érezni, csak a kötél érintését a nyakán. A szíve pedig leáll 5-6 perc múlva. Azután semmi. Köszönöm. Szeretnék egyedül maradni. Igen. Doktor úr, nem volt más választásom. Szabad emberként kell meghalnom. Köszönöm. Köszönöm. Ajtót!
voltál elvtárs? Most jelentették. Vége. Az elesett szabadságharcosok, a megtorlás áldozatai, a törvénytelen perek kivégzettjei mind, valamennyien, ismertek és ismeretlenek, egy ügyért, a magyar nemzet függetlenségért haltak meg. Ezért, ha majd egy bűnösöktől megszabadult, új kormánya lesz Magyarországnak, a következőt fogom kérvényezni. Az 1956-os magyar forradalom teljes rehabilitációja. Nagy Imre és harcostársai földi maradványainak exhumálása. Valamennyiük méltó módon történő eltemetése egyetlen közös nemzeti tömegsírba. Hangsúlyozni szeretném, ezzel a követelésemmel csak is egy bűnösöktől megszabadult, megújult kormányzathoz kívánok fordulni. Gyilkosokkal nem állok szóba. Nagy Erzsébet. Élt 28 évet. Molnár Sándor bányász. Kivégezték 1958-ban. Élt 25 évet. Nagy András vasesztergályos. Kivégezték 1958-ban. Élt 24 évet. Nagy Imre miniszterelnök. Kivégezték 1958-ban. Élt 62 évet. Nagy József szállítómunkás. Kivégezték 1958-ban. Élt 29 évet. Nagy József Vájár. Kivégezték 1958-ban. Élt 29 évet. Nagy József Hentes segéd. Kivégezték 1959-ben. Élt 23 évet. Nagy József Csillés. Kivégezték 1959-ben, élt 25 évet. Molnár Imre határőr alhadnagy. Kivégezték 1957-ben, élt 23 évet.